Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bősz Anett és Lévai Katalin, a liberálisok ügyvivője és a Lendület Magyarországért társelnöke, és a beszélgetés munkacíme Szembefutunk az erőszakkal. Kezdi csókolom, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Van egy harmadik vendégünk is, aki csak figyel, hisz kezdő politikus Palánta, de előbb-utóbb már ő is a parlamentbe fog kikötni. Hogy futnak szembe? Kivel futnak szembe? Ezt a kérdést Anettől kell megkérdezni. Hát mert Anett egy született sportoló. El, így van, és vagy sport. Én nem szeretek futni, bevallom, de ha küzdeni szeretek a nők elleni erőszakra. Fog maga még futni is lendülettel. Na halljuk, Anett, kezi csókolom. Jó reggelt kívánok. Azért hirdettük meg ezt a sajtótájékoztatót ezzel a címmel, mert hogy november 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Ezt az ENSZ közgyűlés választotta világnappá még a 90-es évek végén. És ezen a napon szerencsére több olyan futás is volt, amelyet kifejezetten ennek az ügynek dedikáltak. Ja, volt egy olyan, ami egy kicsit rövidebb tábra szólt, ez egy budapesti rendezvény volt, és szerencsére volt egy olyan is, ami eredetileg nem erről szólt, de aztán futók kezdeményezésére végül ennek dedikáltuk, ennek az ügynek a futásunkat. Ezen vettem én részt, és futottam egy fél maraton. Na de hogy jön ebbe bele a Lendületben Magyarország társelnöke, Lévai Katalin, aki lendülettel ír könyveket, meg nevel unokát, de futni nem fut. Futni nem futok, de olyan 30 éve képviselem, próbálom meg a nők érdekeit képviselni ilyen-olyan módon, hol írással, hol politizálással, hol közösségszervezéssel, és nagyon örülök, hogy most egy olyan jó társra találtam, mint Anett, akivel együtt ezt a programot meghirdethettük. Én egy picit engedjem meg szerkezetet. Egy megszakítom most. Anettot próbálja elcsalni a liberálisoktól, vagy a Lendületben Magyarország és a liberálisok egy kicsit összeállnak? Egy kicsit összeállunk, így van. Bizonyos témákban és bizonyos kérdésekben és programokban összeállunk, és nem csak a liberálisokkal, hanem több más párttal is. És például kikkel? Ezt tartom egy nagyon jó... Hát alakul most egy szövetség, amiről szerintem majd később érdemes lesz visszatérni erre, de tulajdonképpen minden olyan párttal hajlandók vagyunk szövetségre lépni, amelyek a mi programunkat megértik, amelyek a mi programunkat támogatják, a Jobbikkal nyilván nem fogunk. Akkor én most hadd induljak Anettet el egy már picit. Nem is kérdezem, mert a válaszát ismerem. Az enyémet is ismeri, nem. Mert már én is voltam. Még itt, egy és párszor azért el kell, hogy mondjam. Örömmel fogok erre mindig válaszolni, és mindig ugyanazt fogom válaszolni. De köszönöm szépen, hogy megkérdezett. Szerkesztő úr, engedje meg, hogy egy picit messzebbről kezdjem ezt a témát. Nem nagyon sokkal messzebbről, csak egy kontextusba kell helyeznünk, azt hiszem, ezt a kérdést, és a Lendülettel Magyarország szerintem azért politizál jól, mert ezt mindig megteszi. Tehát mi nem csak egyes ügyekre ugrunk rá, hanem emögött mindig van egyfajta olyan háttértudás, amire mi építhetünk, és azt hiszem, hogy ezt érdemes elmondani, hogy ez egy olyan ország, amelyik nagyon erős feudális hagyományokkal rendelkezik, és abban az országban, ahol ilyen erősek a feudális hagyományok, ami azt is jelenti, hogy alá-fölé rendeltségi viszonyban élnek egymással nők és férfiak. Az ember szó, az nem hagyományosan... Társas viszonyban élnek? Nem társas viszonyban. Az ember szó hagyományosan a férfit jelenti. Az általános, univerzális ember az Magyarországon lehet, a férfit hogy mi nem jelenti. Ugyanabban az országban lakunk, ön meg én. Ugyanabban az országban élünk, és szerintem ezt önnek is látnia kell, és biztos vagyok benne, hogy látja is. Én erről nem vagyok hajlandó tudomást venni, mert a 21. Hát században ez lehetetlen. Tehát a 21. században csak egyenrangú felekről lehet szó. Lehetne elméletileg, de valójában nem ez történik. A politikában ez történik. Egy erőszakos, macsó politizálás folyik, gyakorlatilag nincsenek nők a politikában. Akkor hogy beszélhetünk egyenrangú viszonyokról? Mit fognak tenni azért, hogy ez megváltozzék? Nagyon sok fiatal nőt próbálunk megképezni, próbálunk meg arra rávenni, hogy tartsa fontosnak azt, hogy közpolgár legyen első szinten. Nem azt, hogy rögtön bemenjen a politikába, hanem érdekelje őt az, hogy mi történik. Akkor most engedje meg, hogy Anettnak is megadjuk a szót. Ugye, ami fontos ebben az egészben, hogy a különböző karrierutak akár a végéhez, akár bizonyos szakaszaihoz vezető út, az jelen pillanatban Magyarországon jóval nehezebb egy nő számára. Tudjuk azt, hogy évek óta több nő és jobb eredménnyel végez felsőoktatási intézményekben, mint
férfi, ugyanakkor jelentős a karrierútjukban való átlagos eltérés, és a személyes tapasztalatok is azt mutatják, hogy bizony egy nő... Na de addig, amíg a férfiak nem tanulnak meg szülni, addig mindig így lesz, és nekem úgy tűnik, hogy ez egy hamar nem fog bekövetkezni, hogy a férfiak szülni ebben fognak. Önnek igaza van, azonban nálunk fejlettebb és egyébként boldogabb társadalma, kifejezetten Nyugat-Európában, Észak-Nyugat-Európában felismerték azt, hogyha azok a nők, akik gyermeket vállalnak, nem bélyegződnek meg automatikusan úgy, mint egy megbízhatatlan munkaerő, mert jelen pillanatban ezt kijelenthetjük a magyarországi munkapiacon, de egyébként számos más európai országban, amelyek kicsit le vannak maradva a társadalom fejlődésben, akkor a társadalom egésze tud jobban kiteljesedni, ez számokban mérhető GDP növekedést eredményez, amikor a nők és a férfiak esélyegyenlősége az valóban megvalósul egy társadalomban. Ez az, amiért küzdünk, és ez az, ami... De ez nem lehet, hogy a nőktől is függ. Tehát a nők is akarjanak szerepet vállalni a közért, és egy pillanatra abszolút, akkor elprivatizálom. Én nekem a gyerekeim édesanyja úgy doktorált le, és úgy járt az egyetemre, hogy mind a két alkalommal terhes volt, majd utána a csecsemővel ment az előadásokra, és hogyha a gyereknek sírhatnéka volt, akkor egy külön terembe addig pihizett, ameddig az anyja tanult. Éppen csak azért nem tüntettem, hogy a két gyerek miért nem kap egyetemi diplomát, hisz majdnem minden órán ott volt. És szabad megkérdeznem, miért nem ön volt otthon a kisgyerekkel, amíg a felesége doktorált? Mert valakinek finanszírozni kellett az ő doktorátusát, de mind a két gyerek így már csecsemőkorában Jeruzsálemi Héber Egyetemre járt. Különben én boldogan otthon maradtam volna, csak a matek szerint így vesztettünk volna. Ez egyébként megjegyzem, hogy ez egy páratlanul szerencsés és a magyarországi viszonyoktól eltérő helyzet volt abból a szempontból is, hogy létezett az a szoba, ahová ez azért meséltem most el, különben nem büszkélkedtem volna el vele. Ezért önök tesznek valamit, hogy azok a diákok, akik férnél vannak, vagy éppen szülnek, folytathassák, és utána a karrierüket is folytathassák? Igen, kifejezetten. És a munkahelyeken is visszafogadják őket? Így van, tehát az esélyegyenlőségi programunknak egy nagyon fontos része az, hogy egyébként megjegyzem, hogy az is része, amit most Katalin fölvetett, hogy azonos arányban fiatal édesapák, édesanyák vegyék ki a részüket a gyermeknevelésből és a baba gondozásából, de az is nagyon fontos, hogy a munkahelyek egyetemeken, ahogyan ön mondja, közintézményekben, bárhol, az ne legyen egy akadályoztató tényező, hogy én kisbabával vagy nagy pocakkal jöttem, hát hiszen éppen ugyanúgy megillet az egyenlő bánásmód és az emberi méltóság tisztelete. Sőt, meg lehet, hogy többet tud, mint a férfiak. Hát kérdezzük meg Katalint, hisz az önök programját nagyjából ismerem, Katalinékét még nem. Az ön programpontjai között ezek megtalálhatók? Hát természetesen, mert... hogy mondjam, kb. 30 éve foglalkozom női esélyegyenlőséggel, elég komolyan. De a 30 évben egy másik pártnak a tagja volt, és a programom azóta sem változott. Tehát ez a program, ez nem változott. Én sajnálom, hogyha egy párt nem képviseli elég erősen. Volt, de most nem miniszter, most nem. A parlamentbe jutásért küzd. Ezért mondom, küzdök én mindig. valami jó okot mindig találok arra, hogy küzdjek, egy ilyen típus vagyok. De most legalább egy jó párttársat is lát. Ennek én nagyon örülök is, és egy kicsit magamat is látom a netben, meg kell, hogy mondjam, hogy a fiatalkori énemet látom benne, és talán ezért is találtunk így egymásra, mert én ugyanígy kezdtem, ahogy ő, és ugyanezeket a mondatokat mondtam el akkor, amikor 30 éves voltam, és lehet, hogy már kicsit unalmas, de még mindig ugyanazokat mondom még el. Egy percünk van mindenkinek egytől mondatra. Ez az igazán elgondolkodtató, amit most Katalin mondott, hogy 30 éve kell ugyanazokat a mondatokat elmondani itt Magyarországon, amikor egyszerűen fénysebességgel húznak el mellettünk társadalmak abban a tekintetben, bizony, hogy egy nő egyenlősége a férfiakéval. Akkor most gyerünk a realitás talajára. Tegnap kiszivárgott a DK és a szocialisták elképzelhető listája, nem pontosan láttam ezen a listán a liberálisokat. Mi történt? Én úgy látom, hogy ezt a listát szinte azonnal cáfolták is fajsúlyos szereplők, úgyhogy én ilyenkor sosem szeretek addig kommentálni, ameddig nagyon valami jó. A sajton keresztül érkezik. A lendülettel Magyarországért milyen listán találjuk meg?
A saját listánkon leginkább, igen, ott kell minket keresni. Mi önállóan indulunk pillanatnyilag, tehát lista, közös listát nem állítunk, a koordinált jelöltállításban viszont érdekeltek vagyunk, ott egészen biztosan lesznek, sőt már vannak is tárgyalások, ahol a legjobb jelölt el tud indulni, az fog elindulni, és azt hiszem, hogy a Lendülettel Magyarországértnek nagyon sok jelöltje van már most, és mi bízunk abban, hogy 106 helyen tudunk jó jelöltet állítani, természetesen női jelöltjeink is vannak. Itt van vége. Kedves nézőim, tulajdonképpen ez a rövidke negyedórás beszélgetés egy appetizer volt, egy étvágygerjesztő volt, hisz kolléganőm, Gulyás Erika, aki hamarosan csatlakozik stábunkhoz, első műsorában női politikusok lesznek a vendégei, olyan női politikusok, akik a 2018-as választásokon megválaszthatók lesznek. Gondolják csak el, Erika és 5 női politikus, ez az igazi egyenjogúság. Tartsanak továbbra is velünk, az előzetesek után következik egy igencsak női politikusokat tisztelő volt külügyminiszter, az MSZP volt elnöke, Kovács László, akivel a németországi helyzetről fogunk beszélni, és természetesen volt EU biztos is, és nem másról, hanem Angela Merkelről fogunk beszélni. Férfiak, nőkről. Tartsanak tovább velünk. Köszönöm, hogy köszönjük. Itt voltak, és visszamálljuk Önöket. Köszönjük szépen.